Vendégünk San Francisco Beat itt a stúdióban. Szia, köszöntünk! Hello, ciao! Hello, sziasztok! Most egy picit belepillantottunk, hogy milyen is volt ez a zenélés. Elég kemény, meg sötét, meg kicsit zord. Mesélj te inkább, hogy érezted magad. Nagyon jól éreztem magamat. Ugye az egész forgatás hajnalban indult, ugye van egy ilyen napfelkeltés rész. Pont elcsíptük, mert teljesen véletlenül volt napfelkeltünk. Előző nap még itt havazásról beszéltek, meg esőről, ami igazából volt délután, úgyhogy ott rezgett a léc, hogy meg tudjuk-e csinálni a forgatást, ugyanis ugye a technika azért annyira nem szereti az esőt meg a havat. That one is singing in the rain, nem? Hát, énekelni kellett már kicsit, aztán tök jó lett volna. Egyébként ugye már adás előtt beszéltünk, hogy mennyire csodálatosak a képek. Inspirálódtok az évszakokból, ugye? Ezt te a téli évszakot kaptad meg. Hogyan lehet a téli évszakot úgymond a dalba, a zenébe vagy a képre rárakni? Ugye a techno nem egy kimondottan dallamos műfaj, és abból is azért lehet válogatni, hogy minél szárazabb legyen, minél sötétebb hangulata legyen. Ugye ezeknek a zenéknek alapvetően erős dobkészlettel rendelkezik, és az is, hogyha egy kicsit torzabb, kicsit nagyobb zengetés van rajta, akkor már komorabbnak hat az egész. És ez a helyszín tökéletes választás volt hozzá, ráadásul a stábban is ott beszélgettünk arról, hogy még egy picit a fényelésen lesz egy kicsit húzva, hogy kicsit kékesebb legyen, kicsit ilyen szaturáltabb, és ettől még depresszívebb legyen, meg sötétebb, és télhez kapcsolódó legyen a képvilág. Ugye a Bokoditónál forgattatok, te jártál már itt korábban? Nem, és el is akartunk menni többször már a nyár folyamán, és teljesen véletlenül jött ez, hogy pont itt lesz a forgatás, és úgyhogy mindenki csak azt a részét látja, hogy ilyen nagyon szép, ilyen kis házak vannak, de mögötte van egy nagy gyár. Ugye, aminek fontos szerepe van. Aminek fontos szerepe volt, ugyanis azért valami kapcsolódjon a technóhoz, és ez az industriális hangzás a gyári elemekben azért nagyon sokszor a grafikában és meg a videoklipekben is meg szokott jelenni. Ugye egy kis házakra vagy házra raktátok fel ezt az úgynevezett színpadot, és rengeteg sok LED fény volt, lecsík benne ezekben a képekben, és ez valami zseniálisan nézett ki. Mennyi idő volt ezt megcsinálni? Szerencsére ugye ez a színpad, ami igazából egy ilyen teraszszerűség volt, ez már ott volt. Ez már a tulajdonosnak a saját építménye volt. Viszont így ugye reggel kimentünk, egy 2 óra alatt volt, még megcsináltuk az előfelvételeket, jöttek ki hozzám interjút is felvenni, és utána pedig hát egy jó 8 órás pakolás volt a srácoknak azt, hogy eltüntetni onnan mindent, a fényt lepróbálni, akkor... Közben esett az eső egy kicsit. Hát ilyen havas eső volt. Úgyhogy ők közben amúgy fel voltak erre készülve, a pult az, ami játszom, az egy kicsit érzékenyebb erre. És te hogy bírtad a hideget? Mert azért 1 órán keresztül folyamatosan zenéltél. Gondolom itt nem igazán az a kihívás, hogy milyen számokat játsz, hanem inkább ezek a külső viszontagságok. Én a külső viszontagságokat megszoktam már, de úgyhogy már ott voltam egy ilyen 8 órával, 9 órával előtte, azért átfagytam. Maradjunk annyiba. A zenében egyébként hogy gondolkodtál, milyen tracklistet raktál össze? De ugye alapvetően próbáltam úgy összerakni, hogy így menjen ehhez a helyszínhez is, kimondottan, meg hogy ugye van egy rádióműsorom, ugye a Petőfi Rádióban, és van egy DJ szettem is, ami a kettő nem fedi egymást, és próbáltam a kettőt ötvözni úgy, hogy érdekes legyen, és aki megnézi mondjuk a videót, utána rákeressen a rádióműsorra is, és fordítva. Egy elég egyszerű kérdés, de mégis ez egy kicsit bonyolult lehet ez, hogy mi a techno életérzés számodra? Igen, ez egy elég bonyolult kérdés, és ezt sokan szokták kérdezni. Alapvetően ugye ez egy hangzás, ez egy kulturális összetartozás, amit így nem lehet igazából leírni. Az emberek máshogy rendezkednek be. Vannak olyanok, akik kimondottan az ilyen dalszerű zenét szeretik, ahol kimondottan megmondják, táncolj, énekelj, szeress, stb. Itt viszont sokkal szabadabb az elme, és azt gondolsz bele, amit akarsz. És pont ez nagyon... tág körben tud embereket összehozni. Van olyan barátom, aki pék, de mellette van mérnök, és az én rendezvényeimen találkoztak, és azóta nagyon jó barátok, mert a zene összehozta őket. Hol és mikor láthatjuk majd a te Electric Panó részedet? Vasárnap a Petőfi YouTube csatornáján, este 8-kor. Oh, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Én köszönöm, és köszönöm a stábnak, akik ezt összehozták, és köszönöm kimondta Jaromosnak is, úgyhogy hajrá. Mi is köszönjük neki. Köszönjük, hogy itt voltál.